A 230 főt számláló Őcsényi Horgász Egyesület a helyi reptér melletti tavat 6 éve használhatja. Ez idő alatt vízügyi engedélyt kapott, gépesítették és a kotrást is elvégezték. Évek óta terveztek egy gyermekfoglalkoztató tábort. Meghirdettük, miután láttuk, hogy nyertünk a pályázaton, 15 ifi horgász jelentkezett erre. Nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, mert ilyen még nem volt a faluba. Szerettek volna egy bentlakásos tábort szervezni, de a pandémiás időszak is annak következményei ezt nem tették lehetővé. Tehát a szülő reggel a 8 óra körül hozza a gyermeket, és 5-6 óra között, amikor tudja, tehát a munkája engedi, akkor viszi. Tehát nem hagyunk itt senkit, ha kell, 8 óráig is itt vagyunk. A programok úgy állnak föl, hogy reggel megérkeznek, akkor kapnak egy reggelit, és akkor egy kis eligazítás, hogy mit is fogunk ma csinálni. Tennivaló pedig akad bőven a tábor alatt. Különböző horgászati módszerek, tiltott eszközök és a versenyszabályok megismertetésével telt a hét a gyermekek számára.